Két méteres üdvözlettel köszöntök mindenkit, én vagyok az, és ez itt az újabb rész. Az ott meg egy idióta. Puff! Meg is érdemelted, olyan hülye vagy. Na! Szóval, ja. Van. Hol jártunk? Igen, tehát ez az a rész, ahol fognak jönni először katonák, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy bajba vagyunk. Egy kicsikét, nem eltúlzottan, de mérsékeltem. Vagyunk csak bajba, de szerencsére itt ez a tök jó töltőállomás, és megoldjuk. Ezt meg most azonnal visszanyitom. Egy ilyen visszafogott kis, tényleg feszítővas ütéssel meg is oldjuk a problémát. Ezt a bóját meg szerintem ki is rakom ide, csak azért, hogy senki ne kövessen, tehát hogy lássák, hogy erre azért veszély van. Így, né. Ez meg egy idióta. Na, ajajaj, erre emlékszem. Ez az a két lézer, amit fizikailag nem lehet átmenni úgy, hogy ne érincs meg. Szóval itt most muszáj átfutnom, mert én megpróbáltam, akkor először játszottam, itt megpróbáltam össze-vissza parkőrözni mindent, de egyszerűen nem lehet, tehát ezeket nem lehet kikerülni, muszáj rajtuk átmenni. Szóval, gyerünk! Ott te meg aztán nem idegesítesz. Te meg ott élsz? Nem hiszem. Oké. Azt hiszem, ez egész jól ment. Legalábbis közepesen. Na most következő fogjuk csinálni, kigránátoljuk a helyéről ezt a kis buzit. Következő módszerre. Hoppá! Hello! És nem találtam el mi. Ez se rohadtul odament. Mindegy, gránátokat úgyse használok másra szerintem. Na? Anyádba akkor. Na. Megoldjuk mi a erőszakosan módszerrel is. Kész. Így né. Oké. Okay. Na, jól van, haladunk. Oh, nine you didn't. Come at me, bra. Annyira idegesítőek vagytok, hogy ez van hihetetlen. Mély lélegzett szívacs, még csak most kezdtük. Azt hiszem itt is lesznek. Igen, hogy tudtam, ráadásul három. Na gyertek. Oké. Okay. Eddig jó. Pép, nyertem. Eddig 1-0. Gyere. És csak... Oké, 1-1. És... 2-1 nyertem. Nagyszerű. Akkor erre megyünk tovább. Ajaj. Na ez itt egy probléma. Igen, biztonságra megyek. Itt is inkább... de össze-vissza van baszva a kezem. Itt is inkább a gránátos megoldást választom. Az a biztos. Így se... ne. Így senki se hal meg legalább. Szóval... mindenféleképpen pozitív lenne, ha így történne. Én nem lehet bemenni? Nem, mert gondoltam, nem is túl hívogató a dolog. Oké. Ti akartátok, srácok. Áú! Célozni tudni kéne, szivacs. Jó. Nem is ment olyan rosszul igazából. Hogyha úgy vesszük, mehetett volna sokkal rosszabbul is. Ó, te kis szemétláda, te kapod a... te kapod a pisztolyt. Na, mindegy. Még töltény, szóval senki se ad. Mindenki nyugodjon le! Na, mindenki nyugodjon le. Oké, azt hiszem itt végeztünk is. Csak a töltény miatt kellett bejönni. Az is opcionál. Ajjaj, ne már. Na viszont ezt meg kéne próbálni átugrani valahogy. Tehát ott van egy. Ott van még egy, és azt hiszem ott van hátul is. Várjál, ide nem lett. Nem, oké, azt hiszem, hogy találtam egy titkot, de szóval ott van egy, és ott van egy, és azt hiszem ott hátul is. Itt kettő lehetőségünk van, vagy az agresszív úton közelítjük meg a dolgokat, vagy parkőrözünk. Először megpróbálok... Igen, ez nem sikerült. Akkor... megpróbálom átugrani még egyszer, hogyha az nem sikerül, akkor... megyünk az agresszív úton. Igen, jó, akkor ebből agresszív út lesz. Jön a nehéz tüzérség. És akkor ugye ott, mondjuk, hogyha azt ott felrobbantanám, esetleg, akkor az mindkettőt ki, igen, nagyon jó. Még el gondoltam volna korábban is. Zsír. És akkor ez ilyenkor már nem működik attól függetlenül, hogy áll, jól van. Na. Na jól van, srácok. Ti akartátok. De hogy nem halsz meg ilyenkor? Az öreg anyát érdek...
Láj, de utálom ezeket a szarokat. Olyan gyorsan tudnak tüzelni egymás után, én meg nem tudok célozni. Szóval ez a két fő oka annak, hogy ilyen bénán szokott ez elsülni általában. Na jó. Következő ellenfel. Itt ha... Ajaj, te nem nézel ki valami jól. Igen, azt tudom, hogyha... Nem... Jó, ti most pisztolyt kaptok, mert ti ennyire speciálisan buzik vagytok. Így. Ti megkapjátok a pisztolyt. Na most következőt kéne csinálni. Ezt itt leengedem. Átjönni itt. Megvárni, amíg ez lezáródik, és onnantól már olyan pirosba sétálok, amiben csak akarok. Így. Hello, srácok. Viszont ezek a pirosak már máshoz tartoznak, és itt csúszik a padló, tehát nem azért. Az a kettő konkrétan. Azt hiszem, hogy ezt meg lehet csinálni. Legalábbis nekem múltkor valahogy sikerült. Oh, gránát zsír. Lássuk csak. Igen, ez kapásból egy kapufa. Második nekifutás. Scheiße! Megkínáljam őket egy gránáttal és kész. Lehet, hogy az kéne igazából. Nem akrobatáskodni itt. Ezeket még nem vettem fel. Hehehe. Jó, hát egy tudóst meg kellett, hogy jöjjek, de hát most... Na, a szükség... Na, takarodj már. Ah, nem jó. Á, és tudtam, hogy agyonnyom. Nem fértem át. Ajaj, ne. Menj már innen, te szemét. Ha, jól van, hát... Op! Azt a büdös rohadt élet. Erre azért mondjuk nem számítottam, tehát nem azért már. Oké, ezeket fel... Ez most komoly? Miért? Mi volt ez? Ezért? Oké, én felengedem neked, hogyha ez a problémát. Tessék. Oké, ez abszolút bebagolt. Kész. Na. Egy lent. Ott van G-man amúgy. Hello! És kettő lent. Így né. Egy kis medikit, mondjuk páncél is jól jönne, mert így nagyon sokat tudnak belém sebezni, akik akarnak. És valószínűleg sokan akarnak, ezt meg kell, hogy jegyezzem. Nálad van, nincs töltény, kár. Viszont ez sok töltény, és egy kis elem is, ami páncélként funkcionál, és tök jól jön. Ott egy kamera, és ott van még egy elem, az még jobban jön. 30%, hát ez... Elégséges, mondhatni. Oké, G-man erre ment, akkor jöjjünk mi is erre. De azt mondta, nekem meg kell húzni, valószínűleg. Hát az agresszív egy kicsit, igen. Várjál, meglepem, figyelj, hogy meglepem. Headshot, bitches. Oké, hát ezt így kell csinálni, srácok. Jó, és kicsit nagyképű vagyok, mert életemben azt nem is lehet megnyomni. Pedig olyan feltűnően zöld, na mindegy. Viszont, amiért jó volt megölni ezt a srácot, az kérem szépen emiatt. Mostantól van egy ilyenünk, amit nem tudom mi ez igazából, mert nem vagyok fegyverszakértő. Inkább nem is mondok semmit, mielőtt a kommentekbe lehülyéznek. Nem tudom, fegyver. Nem írja itt ki? Nem, hát akkor fegyver és kész. Machine gun, maradjunk ennyinél. És felfelé megyünk. Ami azt jelenti, hogy innentől már lesznek katonák elég durván, akikkel harcolnunk kell. És egy loading. Szóval, ja, innentől lesz nehéz a játék igazából, mert eddig ilyen ilyen volt. Mostantól. Hú, olyan nehéz lesz, beszartok. És akkor itt... Kezdem egyből azzal, hogy fedezékbe vonulok. Megvárom, amíg ők ide jönnek hozzám, ami szinte nem fog... Á! Oké, okosan csináljuk. Ú, de balfaszok ezek, azt a rohadt élet. A! Egyszer eltalált. Oké, kettő lent. Ez nem is rossz, erre mentek. Ó, rád meg nem számítottam, mondjuk. Valaki még? Nem. Egyetlen hátránya úgy ennek a fegyvernek, hogy nagyon kevés fér bele.
Tehát a tára kicsi, és ezért nagyon gyorsan ki tud fogyni. Ó, itt van egy kis dolog. Ó, ennek lelőttem a piros sapkáját, de jó. Ha, vicces. Azta, de jól nézel ki. Love is in the air, everywhere I look around. Lol. Mindegy. Ez jó. Ez jöhet. Ez nagyon is jöhet. Főleg ez a Charger, ez nagyon jó. Most ez 75-öt tud tölteni, hogyha tele van. Nekem alapból több volt, szóval 87, az majdnem a tökéletesség határát súrolja. Oké, azt hiszem tőled is el tudom venni a fegyvert. Mert látom, hogy... inkább elveszem tőle, mert nem szépen játszik, az van. Ó, te meg csúsztál egy kicsit. Ezekben jó lenne nem belesétálni. Ó, van egy ötletem. Jó étvágyat! Ezt fel fog robbanni, ha felér? Hát most kiderül. És egy kicsit, mintha bagolna a nyelve, de mindegy. Nem robban fel. Viszont most le fog esni. Hey. Oké. Okay. Érdekes. Na most itt le lehet esni, gondolom. Szóval próbáljuk meg úgy, hogy ne. Te zavarsz. Köszönöm. Így, né? Tökéletesség önmagában. Na. Két út van, az egyik a biztonságos raktárépület, a másik pedig a James Bond út. Hát természetesen a James Bond utat fogom választani, mert azért mégiscsak YOLO. Oké. Na. Ó, itt hallok valakit. Srácok. Kikéri a pofot. Úgy tűnik senki. Meglepi őket egy gránáttal? Hoppá. Szétröpentettem valakit? Remélem igen. Na, akkor itt most James Bondolunk egyet. Szerencsére ezek alatt még át lehet googolni. Szerintem ez alatt is, és ez alatt is zsír. Akkor ezt lezárjuk. Most azonnal. Hogy ne tudjanak követni, meg amúgy is. Így né. Ezt elrontottam! Mert ezeket ki kellett volna innen lőni először. Most viszont meg fogom szívni. Jó, kezdjük azzal, hogy neked ott meg kell halni, mielőtt baj lesz. Aztán folytassuk azzal, hogy valahogyan ezeket úgy kéne kiiktatni, hogy a lehető legkevésbé fájjanak nekem. Oké, egy. Oké, ez. Oh, ne nyílj vissza, Jézusom. Ki mondta, hogy visszanyílhatsz? Oh, ne. Ne menjünk fel azért. Ajaj, itt vannak. Amúgy az a jó abban a fegyver, vagy lehet csinálni ilyet. Ez hasznos lehet később. Fedezék. Au! You fuck off. Nem lőtt, nem ment le. Szerintem te lefogsz mindjárt. Jó, lehetnék ügyesebb is, de hát szivas és az FPS már megszoktuk. Áú! Neked meg kiengedte meg, drága szívem. Most őszintén. Oké, azt hiszem ebből váltáska lesz. Vissza erre a nehéz fegyverre. Na most, ott van még egy asszom, amit nem sikerült leszenni. Belesételjük az arcába egyenesen? Mokásnak tűnik, csináljuk. Hova tűnt? Ja, lehet, hogy az sétált le ide, ez lehet mondjuk. Mindegy nekem. És ott fent még? Nem hiszem. Biztonságos, egyenlőre legalábbis. Oké. Fegyver? Nem? Oké. Nekem mindegy, tudok élni nélküle, illetve nem. Hallak ám. Te mocsok, hallak. Ott vagy. Na, dögölj már ki. Ebbe három kellett, az elég kemény. Jó, visszaváltok erre, mert a másik mindjárt kifogy. Mondjuk az jó fegyver. Mondjuk ez nem túl jó távolságra, de hát most mit csináljon az ember, ha nincs más.
Illetve lenne más, csak ezt nem akarom már pazarolni. Ó, oh, meghaltál? Nem! Egyértelműen nem. Jó, belesétálok az arcába, gyönyörű megoldás, szivacs. What the fuck? Pont fölöttem van a... Kurványed. Igen, ezt mondom, hogy rengeteget tudnak beléd sebezni, hogyha nem vagy páncélzattal, meg amúgy is amúgy rengeteget sebeznek. Szóval emiatt lesznek nehézségeink később. De hát ezért mókás a játék. Szokták mondani. Oké, kitartás szivacs. Megint itt ezek a nyálkás carok. Most ügyesen kikerüljük őket. Visszaváltok erre, mert maradékot... Ó, pont itt van a töltény. Nagyon-nagyon jó. Mert azért mégis csak ezzel könnyebben lehet ölni katonákat, ugyebár. Ja, Jézusom! Hát a szívbajt hozod rám. Ó, ott látlak ám. Ott vannak ketten is. Eltaláltalak? Na. Eau! De az anyátokat! A, ne gyere ide! Két élettel az esélyes, tényleg. Igen, erről beszéltem. Erről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy szopunk, srácok. Rád már számítok. És csak belém lő egyet. Oké, te is ott vagy. Ez lement. Ez is lement, mentünk. Eddig, mert eddig sokkal jobb, mint az előbb, csak azért. Újra töltés. Megengedhetem magamnak. És még egy mentés. Ott lent még lesznek, szerintem. Bár nem hallom a rádiójukat. Lehet, hogy elfogytak? Szerintem elfogytak. Ez az, zsír. Medikit. Doboz? Á, zsír. Oké, páncél. Az is nagyon-nagyon jó. Jó, szerintem elfogytak. Jól van. Nehezedik a játék. Lehet, hogy... Sőt, valószínűleg, hogy csak nekem. Mivel körülbelül én értek annyira az FPS-hez, mint... nem tudok hasonlatot mondani. Az lényeg, hogy nem értek hozzá. Mentségemre szóljon, hogy... Nem, inkább nem mondok semmit. Most fel lehet menni. Most azt tudom, hogy odafent a totális segberúgás vár valószínűleg, mert emlékszem én erre a részre. Ez az a rész, ahol meg fogjuk szívni, legalábbis én biztosan. Aztán ti vagy jót ezt nem akartam. Ez teljesen véletlen volt. Szóval ti aztán vagy jót röhögtök rajtam, vagy... Vagy csak facepalm, és kikapcsoljatok inkább a videót a francba, amit tudom, teljesen megértek. Na, gyerünk. És amúgy most hallhatjátok, hogyha egyáltalán hallhatjátok, nem tudom, lehet, hogy nem lehet hallani belőle semmit, de a játék alatt a kedvenc zeném. Lehet, hogy felveszem igazából, mert az tök jó. Music volume-ét egy kicsit feljebb kurrantjuk, így. Mert ez mégiscsak király ez a zene. Annyira ide illik. Hát még egy kicsit YOLO. Hogy hallja mindenki. Remélem nem fog lecseszni ezért a YouTube. Remélem. Ó, oh, yeah. Na gyerünk! Zsír. Ó, oh, figyelj, Rambo mód, figyelj! Zsír, megalázzuk a szerencsétleneket. Oké. Okay. Futi, futi, futi. Hát ez könnyebben ment, mint gondoltam igazából. Azta. Ez sokkal könnyebben ment, mint ahogy én azt gondoltam. Oké, okay, zsír. Rombó mód mindent megold. Majdnem. Ezekben van valami? Aj, nagyon-nagyon-nagyon bombáznak. Nem már. Én visszahozom ezt, mert az azért ez kemény. Ez a rész. Áú! Honnan? Állj! Honnan lősz? Onnan, te szemét! De honnan? A helikopter lőtt? Azzal nem tudok semmit se csinálni. Áú! Na jó, ezt azért még egyszer, mert ez mégiscsak szar volt. Akkor most próbáljuk meg ezzel. Ugye ott van egy. Oké, ezt leszedjük, mentés, újratöltés. Még egy mentés. Honnan? Honnan a rohadt életből lő? Azt mondjuk nem tudom. Áú. Gyerünk. Oké, ez így most jó. Ide kellett bejutnom, ez volt a célom. Szóval ez így most egészen jó.
Oké, okay, kemény, de nem baj, ezért játszunk. És egy loading. Hú. Oké, okay. Ennél csak rosszabb lesz később, szóval előre szólok, hogy aki esetleg érzékeny a bénázásokra, annak idejébe szóltam. Na, srácok. Nagyon jó folyosó. Ha, titeket már ismerlek. Oké, okay, következő. Reflex, nagyon jó. És mind a három lent, pont úgy, ahogy szeretem. Erre nem lehet jönni? Nem. Hallod, biztonsági őrtől ellopjuk a... Ó. Oh. Ti egy kicsit egymást passzorultok. Love az indie? Oké. Okay. Ha, gyere. És béna, nagyon jó. Da! Szemétláda. Extra adagot kapsz emiatt. Rohadjál meg. Megbújunk a sarokba, persze. Jó, akkor szerintem itt most ezt a részt lezárom. Legközelebb innen folytatjuk. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!